Tamásiban a Könnyű László könyvtár programok sorát tartogatja az idei évben is a látogatói számára. Az emléknapról, melyről a magyarság szerte a világban megemlékezik, az intézmény sem feledkezett meg. 1989 óta ünnepeljük január 22-én a Magyar Kultúra Napját, ahhoz kötődően, hogy a feljegyzések szerint Kölcsey Ferenc szatmár csekén ezen a napon fejezte be, illetve látta el dátummal a magyar nemzeti himnuszunk kéziratát. 1985-ben a híres, világszerte ismert magyar zeneszerző Fasang Árpád vetette fel annak az ötletét, hogy bár az év 365 napjában velünk van a kultúra, legyen az különböző művészeti előadás, tárgyi vagy szellemi érték, de legyen egy nap, amikor tulajdonképpen ezt a magyar kultúrát ünnepeljük. Így esett a választás január 22-ére, így azóta Magyarországon megünnepeljük azokat a nemzeti hagyományokat, azokat az értékeket, amelyek nem csak hazánkban, hanem Európa és világszerte is azt gondolom, hogy méltán ismertek és elismertek. Mindezeken túl ez a nap ad alkalmat arra, hogy azokat a kulturális intézményeket is elismerjék, melyek az elmúlt években kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Így aztán az idei év Magyar Kultúra Napján Budapesten a Városligetben az újonnan átadott és felavatott Magyar Zeneházában vehette át a Könnyű László könyvtár az elmúlt évek tevékenységéért a minősített könyvtár címet. 6 könyvtárat minősítettek az idei évben, illetve 6 nyerte el ezt a minősítő címet, azt gondolom, hogy ez nagy büszkeségre ad okot a kollektívának, de a városnak is. Különösen nagy a büszkeségünk abban a tekintetben, hogy egy év leforgása alatt minősített közművelődési intézmény és minősített könyvtár címet is elnyert az intézmény, hiszen összevontan működünk, a művelődési központ, a Könnyű László könyvtár, a hozzájuk tartozó Tamási Galéria és Tamási helytörténeti gyűjtemény. Így, ahogy megtudtam a minisztériumból, talán mondhatom, a ritkaság számba megy az, hogy egy éven belül a közgyűjteményi és a közművelődési terület is egy intézményen belül elnyerje ezt a minősítő címet. Úgyhogy én nagyon köszönöm a kollégáimnak, hogy munkájukkal, az elmúlt év törekvéseivel sikerült kivívniuk ezt az országos elismerést. Maga az elismerés a minőségmenedzsment, a minőség folyamatos szem előtt tartásáért jár, azért, hogy a mindennapi munkába beépül ez a szemlélet, és a mindennapi tevékenységet is ennek megfelelően végzik a munkatársak. A minősített könyvtár címet 5 évre adja ki a minisztérium, és mondhatom azt, hogy az elmúlt 5 év sikeres munkáját tükrözi ez a cím, ami túl a büszkeségen egy komoly felelősséggel is jár, hiszen nyilván nem adhatja alá most már az intézmény, és az elmúlt évek minőségi szemléletét tovább víve fogjuk végezni ezután is a munkánkat. Mi van a kezedben? Alma. Mit akarsz vele? Ugyan mit. Viszem haza. Az nem lehet. Nem. Miért nem? Mert az román alma. Innen volt a csövekem. Hát az én almám, te! Az lehet, de azért román alma. Alma, alma! Ha az én fámon van, hát tán csak leszedhetem. Hát az le. De el nem viheted. Haza se. A házamba? Oda se! Román alma, Romániában kell maradjon! Az 1989-es esemény előtt, amely a magyar kultúra egyik meghatározó momentuma volt, a könyvtár egy irodalmi estel tisztelgett. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva a Szabad Ötletek Színháza előadását láthatják ma, akik ellátogatnak könyvtárunkba. Életem egy nyitott könyv volt címmel, Vasarbeltre emlékezünk, ami azért is aktuális, mert januárban van a születésnapja, éppen 114 éves lenne. A Magyar Kultúra Napja könyvtárunk számára is örömünnep, hiszen január 22-én a Magyar Zeneházában vehettük át a minősített könyvtár cím kitüntetésünket, ami azért is örömteli számunkra, mert Tolna megyében a megyei I.S. Gyula könyvtár után az első városi könyvtárként büszkélkedhetünk vele. Ezzel a ranggal természetesen további kötelezettségek is járnak, ami a
további szakmai tevékenységünk irányvonalát is meghatározza. 5 évig viselhetjük ezt a címet, és utána meg kell újítanunk. A gróf Vas Albert életútját elevenítette fel a Szabad Ötletek Színházának irodalmi estje, melyet az író műveivel vagy azokból vett részletekkel színesített a társulat. A világ szép és különös. Csak sok benne nagyon a beteg ember. Az izgága, az irigy, a gyűlölködő, a gonosztevő és a diktátor, az őrült és a hős fertőzik és rontják a világot, amennyire adottságaiktól kitetik. De egészen elrontani nem tudták mégsem, ha ezerszer is ez hirdeti a látszót. Miért nem? Mert a világ anyja a természet. És a természetben az ember nem egyéb, mint egy kis pajkos tréfa. Vigyázz tehát, hogy vidám tréfa maradj. Mert a gonosz tréfából tövis nő csupán, mely véresre sebez téged, és elcsúfítja a világot. Az irodalmi est után adták át azokat a könyvcsomagokat, amelyekkel a több évtizede hűséges olvasóknak kedveskedett az intézmény.